Megadom a szót Székely Sándor képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt ház. Tegnap azt mondta nekem a gazdasági bizottságban a Magyar Nemzeti Bank valószínűleg következő helyettese, hogy megkérdeztem tőle, hogy a 2,1-es inflációt azt mit gondol, hogy lehetséges, miközben a magyar emberek azt tapasztalják, hogy az ő általuk vásárolt áruk hónapról hónapra 10-20, vagy akár 25%-kal is mennek föl. Egy cinikus félmosollyal azt mondta, hogy hát az emberek félre szokták érteni az inflációs adatokat, és hogy ugye itt sok termékről van szó, amit az inflációs kosárba beletesznek, amiben beletartozik a hűtőgép is, amiben csak 10 évente vásárolnak, és tényleg hát viszonylag ritkán megy fel az ára, vagy lassabban, és hát hasonló egyéb termékeket is hozzátett. Még egyszer mondom, hát egy ilyen cinikus félmosollyal a száján. Na most nagyjából ennyire cinikus, és ennyire lehet komolyan venni azt, amikor önök azt mondják, hogy Magyarországon fantasztikusan jók a bérek, és itt minden rendben van, és emelkednek. Hát ugye úgy számítják ki a béreket, a KSH, hogy eleve nem számolnak bele 1,6 millió embernek a bérét, akik egyébként jellemzően kiskeresetűek, és a maradék dolgozóknak a bérét úgy számolnak bele átlagot, hogy nagyon súlyosan torzít fölfelé. Na hát így van itt bruttó 400.000 forintos átlagfizetés, és így van az országban 2%-os infláció. Hát sehogy. Helyette van elvándorlás, 2-3 munkahelyen robotoló magyarok, virágzik a fekete és a szürke gazdaság, nem születnek a gyerekek, és kiürül az ország. Nem Budapest, vagy a nyugat-magyarországi nagyvárosok, hanem a kis települések, a falvak, amik általában önöknek annyira fontosak, csak hát sajnos már boltok sincsenek ott, és már csak az idősek maradnak, mindenki más pedig menekül. A Covid által okozott helyzet kiváló alkalom lett volna a Fidesz számára, hogy a magyar gazdasághoz, meg a magyar emberekhez fűződő kapcsolatát egy kicsit változtasson, segíthették volna közvetlenül az embereket, a kisvállalkozásokat, megadóztathatták volna mondjuk a multikat, mondjuk az osztalékadót egy kicsit jobban. Ehhez képest mi történt? Úgy adóztatták meg a magyar bankrendszert, ami évi 6-700 milliárdot termel magának, hogy 55 milliárd forinttal, hogy azt a magyar dolgozók majd 5 év múlva visszaadják a magyar bankrendszernek, de nem ugyanannyit, hanem jóval többet. Valamint úgy adóztatta meg a magyar kormány a multinacionális cégeket, akár a magyarokat, akár a külföldieket, hogy azok azt simán át tudják hárítani a magyar lakosságra, tehát gyakorlatilag áfát emeltek. Sajnos ez a költségvetés is azt sugallja, hogy marad minden a régiben. A gazdagokat és a tőkéseket támogatja, valamint Orbán Viktor tágan értelmezett családját szeretné milliárdossá tenni mindenki, más pedig dolgozhat kifulladásért, ébérért, vagy mehet, ahova akar. És erre mondják maguk rá, hogy jól működik a gazdaság, és hogy jók a számok. Hát lehet, de sajnos ezek a mondatok a magyar dolgozókon egyáltalán nem segítenek. Az Igen Szolidaritás mozgalom azért jött létre, hogy az önök és a rablókapitalista hozzáállásuk által okozott szociális válságot felszámoljuk. Ezért javaslom, hogy a minimálbért azt emeljük föl 200.000 forintra, és a családi támogatást, a családi pótlékot pedig a háromszorosára, 37.500-ra. És ha azt mondják, hogy ezek a számok nincsenek benne a költségvetésben, akkor arra az a válasz, hogy ezek a számok benne vannak a magyar költségvetésben, csak egy kicsit bátornak kellene lennie, és nem a magyar embereket kell kizsigerelni, hanem azokat a multinacionális cégeket, illetve a bankrendszert egy kicsit visszapofozni, és a magyar emberek érdekeit, a magyar fizetések érdekeit előtérbe helyezni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr.